Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. A telefonnál Istvánffy András, a negyedik köztársaság 4K párt elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Tegnap este önt előállította a rendőrség, mert nyilvánosan elszívott egy marihuánás cigarettát. Előtte a NAV Nádor utcai irodájában jelképesen befizette az áfát 1 gram marihuána után, és aztán a rendőrök bevitték, átkutatták a zsebeit, hosszas várakoztatás és vizelet, mint a leadása után elengedték. A negyedik köztársaság arról ismerszik majd meg, ha létrejön, hogy szabadon lehet marihuánás cigarettát szívni. Ez a lényege? Ez lesz a fő jellemzője? Tegnap este egy polgári engedetlenségi akciót hajtottam végre, ahogyan is elmesélte most, jelképesen befizettem az áfát a marihuánás cigaretta után, és aztán demonstratívan a NAV iroda előtt elszívtam egy cigarettát. Ugyanis a 4K azt szeretné, hogyha a marihuána legális lenne, és a hétköznapi emberek tudnának adózni a marihuána után, és azt is szeretnénk, hogyha a NAV a nagy cégektől, a kiemelt adózóktól is beszedné az áfát, és nem hunyna szemet adócsalások fölött. És jó, ebben természetesen megálltam össze az oligarcha pártokkal. A másik kérdésére is válaszolok, amit a 4K programjáról kérdezed. A 4K egy átfogó választási programmal készül, aminek eleme lesz a marihuána legalizációja, hasonlóan ahhoz, ahogy most két amerikai államban is, Washington és Colorado államban megtörtént, de természetesen más pontok is lesznek. A 4K teljes körű adóreformot szeretne, többek között a gazdaság kifehérítése céljából. Mielőtt a fontos részletekben elvesznénk, azért avasson be egy apróságba, hogy ment ez. Bement az adóhivatali irodába, és közölte, hogy most szeretne befizetni áfát 1 gram marihuána után, hát ezt valószínűleg megdöbbenve fogadhatták ott a hivatalban. Amikor oda mentünk az iroda elé, akkor ők már zárva voltak, és elképesen egy borítékban kitettük az ajtóra, kiragasztottuk az ajtóra egy fűáfa feliratú borítékba. Valószínűleg nem tudták volna egyébként befogadni a tételt akkor is, hogyha nyitva vannak, hiszen ez egy bürokratikus szervezet, és csak olyan tételeket tudnak befogadni, amikre vannak. De ha már színház, akkor jobb színház lett volna, ha nyitva van az iroda, nem? Hát egy működő iroda működését nem akartuk megzavarni. No, de akkor visszatérve a lényeghez. Azt tudja, hát hogy ne tudná, hogy Juhász Péter, aki szintén a marihuána legalizálása mellett foglalt állást többször is, civil szervezet vezetőjeként, azóta se tudja magáról lemosni, hogy ja, hát ez az a Juhász Péter, aki. Ha most a 4K is beveszi a nyilván számos fontos programpontja mellé ezt, amiről lehet vitatkozni, és lehet értelmesen beszélni, akkor nem marad más téma, nem marad más kérdés, mint az, hogy ja, ezek a 4K-sok is füvezni akarnak. Magyarországon ez politikai öngyilkosság, ha valaki például ilyen polgári engedetlenségi kampányt szervez. Egyrészt azt gondolom, hogy az idő az nekünk dolgozik. Az utóbbi 10 évben teljesen megváltozott az, hogy kik és hogyan szívnak marihuánát Magyarországon. Ez kitört egy szubkultúra keretei közül, és nagyon széles körben elterjedt. És ez is feltételezhető, hogy a következő időben is ez tovább fog terjedni. Most a törvények szakadtak el a valóságtól, és a törvényeket hozzá kell igazítani a valósághoz. A másik ok, ami miatt az idő nekünk dolgozik, az, hogy az USA-ban most két államban legalizálták a marihuánát, az egy nemzetközi trendfordulót jelent. Alapvetően a nemzetközi drogpolitikát nagy mértékben meghatározta mindig az USA hozzáállása ez a kérdéshez. Ha ott egy jelentős fordulat indul el, az a következő években, a következő évtizedben be fog gyűrűzni Európába. Tehát én teljesen biztos vagyok benne, hogy egyrészt az idő az nekünk dolgozik. A másik pedig Juhász Péterrel van is egy vitánk ebben a kérdésben, ugyanis mióta politikus lett, azóta kicsit kihátrált a legalizáció mögül, és már csak a dekriminalizációt, vagyis azt, hogy a fogyasztókat ne kezeljék bűnözőnek, már csak ezt támogatja. Szerintünk ez pont, hogy árt a legalizáció ügyének, ne csináljunk úgy, hogy csak azért, mert komoly politikusok lettünk, már nem tartjuk ezt egy képviselendő társadalmi célnak. De lehet, mondom, hogy Juhász Péter komoly politikus lett, ön viszont még nem, mert nem hajlandó tudomásul venni, hogy Magyarországon a közvélekedés bizony el van maradva ebben az értelemben, mondjuk a nyugat-európaitól, vagy bizonyos amerikai államokétól, mert itt
valahogy a közvélemény túlnyomó többsége egyszerűen ideges elutasítással reagál, és kész. És onnantól kezdve hiába magyaráznak akármit. Mi nem ezt tapasztaljuk, felmértük egyébként a kockázatait, amikor úgy döntöttünk, hogy a 4K felvállalja ezt az ügyet, és rosszabb reakciókra számítottunk. Igazából kellemes, pozitív csalódásba volt részünk, egyáltalán nem olyan elutasító a közvélemény, mint amire esetleg lehetett volna számítani. Azt tapasztaljuk, hogy ott húzódik egy határ a mai Magyarországon, ami kicsit egy életkori határ. Ugyanis kb. 45 év körül lehet behúzni azt a határt, ahol, ami alatt egy olyan generációk élnek, amik a mindennapi életükben valamilyen formában találkoztak a fűvel, nem feltétlenül ők próbálták ki, de az ismerősi körükben előfordult. Ilyen módon van róla véleményük, és nem démonizálják, nem idegenkednek tőle annyira, hiszen pontosan tudják, hogy a fű nem egy olyan drog, mint a heroin vagy a crack, ami emberi életeket tesz tönkre egy pillanat alatt. És van ez az idősebb generáció, ami pusztán az életkörülményei miatt nem találkozott igazán a marihuánával, mert amikor fiatalabb volt, akkor még nem jelent meg Magyarországon. Tehát szerintem itt egy ilyen tapasztalatbeli határban a 4K többek között ezt akarja elmagyarázni az a társadalomnak, hogy a fűt hibásan kezeljük a kemény drogok között, most ugyanúgy büntetik a fűt, mint egy kemény drogot, miközben a fű nagyjából olyan erősségű szer, mint az alkohol. Sőt, hát a rövid italok ugye azok erősebbek is a fűnél. Innentől fogva ezért javasolja a 4K programjában, hogy a fű legyen ugyanúgy jövedéki termék, mint például a cigaretta, vagy pedig az alkohol, hogy ezt bízzuk az emberekre. A 4K nem tagadja azt, hogy vannak egészségügyi kockázatai a marihuánának, de hogy más termékeket, mint például a cigarettát, vagy az alkoholt, ami szintén kockázatot jelent az egészségre, azt rábízzuk az emberekre, hogy döntsék el maguk felelősen, hogy hogyan élnek vele. A fű esetében semmi nem indokolja, hogy ezt ugyanúgy kezeljük, mint a heroint, kezeljük úgy, mint az alkoholt. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy önök, független attól, hogy milyen eredménnyel számítanak a jövő évi választásokon, és egyáltalán milyen formában kikkel szövetkezve akarnak elindulni, egyértelműen a fiatal választókra számítanak, vagyis hát ha a fiatalok egy részét meg lehet ezzel szólítani, ám legyen, ezzel akár tisztes eredményt el is lehet érni, a parlamentbe bejutni talán nem, de mindegy, legalább lesz egy bázisunk, és majd erre a bázisra építve a következő években, ahogy mondta, az idő nekünk dolgozik, majd megerősíthetjük magunkat, és növekedhetünk. Ez lehet az önök politikai stratégiája? Nem ennyire ilyen cinikus politológus módjára gondoljuk végig a dolgokat. Ez egy valós probléma a fű illegalitása a hétköznapi életben, ugyanis az a helyzet most, hogy nem csak fiatal, hát a hallgató most ne feltétlenül egyetemistákat gondolja maga előtt, amikor fűfogyasztókra gondol, a 30-as korosztályban is jelen van a fűfogyasztás, olyan emberek között, akik egyébként dolgoznak, kemény munkát végeznek, a társadalomnak tisztes, megbecsült tagjai, de ellenben rettegniük kell attól, hogy mivel nem csak sörrel kapcsolódnak ki, hanem fűvel is, bármikor előállíthatja őket egy rendőr, és akkor általában kirúgják őket a munkahelyükről, hogyha belekeverednek egy ilyen ügybe. Tehát most abszolút hétköznapi tisztes embereket ez veszélybe sodor ez az ügy. Ez egy valós társadalmi probléma, a 4K érzékeli ezt a problémát, és ennek kívánunk reagálni. A hallgatók valószínűleg arra reagálnak, vagy attól aggódnak, hogy a tizenéves gyerekük, vagy a tizenéves unokájuk, hogyha korlátozás nélkül hozzájuthat marihuánához, vagy pláne most, amikor még büntetik is, hozzájut, és megszereti, akkor rá fog szokni, és esetleg majd a keményebb drogokat is kipróbálja. Persze az alkoholnál is van olyan veszély, hogy megiszom egy-két pohár bort, nem történik semmi, de hogyha ízlik, és rá fogok szokni, akkor egyre inkább belesüllyedek valami olyan állapotba, amiből nehéz kijönni. Ettől is aggódik a hallgató. Miért jó az, hogyha van egy másik olyan dolog, egy másik kábítószer vagy drog, amitől aggódni lehet? Miért kell ezt megkönnyíteni? Miért nem jó ebből a szempontból a tiltás? Legalább ezt nem szabad, legalább ettől talán óvakodik majd az a gyerek. Ez egy nagyon fontos kérdés, három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy az már nem az a kérdés, hogy van-e marihuána Magyarországon. A marihuána elterjedt Magyarországon, ez egy tény. Most már nem arról van szó, hogy ezt érdemes-e behozni, nem erről van szó, egyszerűen az a helyzet, hogy ezt használják az emberek, olyan törvényi szabályozást kell készíteni, ami alkalmazkodik ez a helyzethez, és nem kezel olyan embereket bűnözőnek, akik valójában nem azok. A másik az, hogy
Egy pontos szabályozás az természetesen azt jelenteni, hogy 18 év alattiaknak szigorúan tilos eladni füvet. Valószínűleg, mint a teljes legalizációs, ez tüntetné el 100%-ig a fekete piacot, de drámaian visszaszorítaná. Egyszerűen 18 éven aluljaknak sokkal nehezebb lenne hozzájutni fűhöz a legalizáció után, mint ma, mert ma viszont elég simán hozzá tudnak jutni. A harmadik pedig, hogy abban egy tudományos konszenzus van már, hogy a fű nem működik kapudrokként, vagyis csak azért, mert valaki elszív egy füves cigit, az nem jelenti azt, hogy automatikusan tovább lép valódi drogok felé. Hogyha így nézik a kérdést, azok, akik rászoknak egyszer heroinra az életükben, azok a tudatmódosító szereket nem fűvel, hanem sörrel kezdték valamikor az életük során, de nem gondoljuk azt, hogy a sört emiatt be kéne tiltani. Visszatérve az ön tegnap esti akciójához, ezzel a marihuána legalizációját szerette volna a középpontba állítani, vagy arra akarta fölhívni a figyelmet, hogy létezik egy 4K nevű párt, még ha nem sokat beszélnek is róla? De természetesen a marihuana legalizációjáról szólt. A múlt héten például rendeztünk egy kerekasztal beszélgetést ezzel kapcsolatban, amin részt vett Puzsér Róbert, illetve Sárosi Péter a Társaság a Szabadságjogokéról, és előtte néhány héttel mutattuk be azt a legalizációs modellt, amit a 4K javasol a marihuana magyarországi legalizációjával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Istvánffy András, a 4. Köztársaság, a 4K elnöke. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra!